Település történeti sorozatunk következő állomásaként a Fékon ruházati vállalat egykori gyárépületéhez kalauzolt el bennünket Kranászt Margit történész, muzeológus. Az üzem nagyon fontos szereplő volt az új város építésekor, története gyakorlatilag egyet jelent a város könnyűiparával, ugyanis munkát adott azoknak, főként a női dolgozóknak, akik éppen nem a vasmű, vagy a város építésén dolgoztak. Szerepe főként Sztálin halála után értékelődött fel, pont a felszabadult munkaerő foglalkoztatásához köthetően. Még az évtized első felében mind a munkaerő, mind pedig a beruházásokra fordított összeg szinte mondhatni számolatlanul áramlott az új városba. Sztálin halála után ezt az úgymond pénzcsapot elzárták, és drasztikusan lecsökkent a költségvetés. Az adott pénzösszeg, amit ugye kapott a város, a nagy beruházásokra már nem volt elég, tehát itt az évtized közepén megindult az a gondolkodás, hogy kisebb karbantartások, kisebb beruházásoknak a befejezése, bevakolták a házakat, illetve ekkor kezdődött meg a városnak a nagymértékű parkosítása is. Viszont azzal, hogy a nagy építkezések leálltak, és csak fokozatosan tudták átadni a vasműnek az újabb üzemeit, munkaerő szabadult fel a városban. Mind férfi, mind pedig női munkaerő, és ugye kulcskérdéssé vált az, hogy ezt a felszabadult munkaerőt hogyan tudnák foglalkoztatni. A vállalat nem pusztán a felszabadult dolgozókat foglalkoztatta, saját berkeken belül is képezte az új munkavállalóit. Az így gyártott termékekre, amelyeknek külföldön is hatalmas piaca volt, nagy igény mutatkozott, amely magával hozta a gyár bővítését, ezzel együtt pedig egy új csarnok építését is. A fejlődés, átalakulás pedig a termelésben is hozott változásokat. 1957 nyarán kezdte meg a működést a Vörös Október ruhagyár, és néhány hónappal később, 1957. szeptember 2-án pedig a Fékon első üzemépületében is megkezdődött a termelés, szalagrendszerben folyt a munka, és ugye a gyár az folyamatosan fejlődött, egy budapesti központi cégnek volt egy kihelyezett üzemegysége. A város mellett még Békés Csabán, Kalocsán, illetve Baján is volt a Fékonnak kihelyezett üzeme. És a 70-es évekre jutottak el addig, hogy már akkora foglalkoztatottsága volt, hogy ugye fontos volt az, hogy bővítsék, fejleszték az üzemet. Ekkor épült meg az új csarnoképület, amit 1978. november 7-ére adtak át. Kronászt Margit elmondta, a Fékon gondjai a rendszerváltás környékén kezdődtek meg. Kevesebb volt a megrendelés, az anyagi terhek miatt pedig egymást követték a tulajdonos váltások, átalakulások, amelyek végül a 2000-es évek elején jelentették a Fékon végét. Rendszerváltás környékén volt annyi lehetőségük, hogy létszámbővítést végre tudtak hajtani, körülbelül 600 dolgozó dolgozott itt ekkor. Később 92-re már egyre inkább jelentkeztek a problémák, például leállással is számolniuk kellett, hiszen elfogytak a megrendelések, nem volt munka, és ezért 92. áprilisában például 2 hétre le kellett állítani az üzemet. Néhány hónappal később RTV alakult a cég, és igazából ezután kezdődött meg az a folyamatos átalakulás, tulajdonosváltásokon ment át az épület, majd pedig a 2000-es évek első éveiben állították le végleg az üzemet, és szűnt meg a Fékon. Megszűnt, és azóta üresen áll. Kevesen ugyan, de még őrzik az egykori dolgozók a vállalat emlékét, és most az elmúlt percekben mindannyian nyerhettünk egy rövid betekintést a létesítmény múltjába és szürkülő jelenébe.